Idén is hihetetlen programkínálat várja a szegedi gyermekeket, a táborokat illetően. Vendégünk a stúdióban Orbán Hédi, a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó napot kívánok! Idén is egészen hihetetlen mennyiségű táborra készültetek. Aki ismeri a Szegedi Vakáció kiadványt, az ismét láthatja, hogy nagyon gazdag programkínálat várja a gyermekeket. Hány éves kortól hány éves korig jelentkezhetnek nálatok a gyerkőcök? Tudatosan figyelünk arra, hogy óvodáskortól egészen középiskolásokig legyen tábori kínálatunk. A tábori szám kínálathoz hozzátartozik az, hogy kevesebbet hirdettünk, mint tavaly. Tavaly 80 fölött volt a tábori kínálatunk, az idén csak 67 tábort hirdettünk. Nagyon-nagyon tudatosan megvizsgáljuk minden évben azt, hogy milyen volt az előző év. Például tavaly nagy vállalkozásunk volt a Lego tábor, 10 hetet hirdettünk, de végül csak 3 valósult meg. Az idén 5 hetet hirdettünk, és úgy érezzük, hogy mind az 5 hét meg fog valósulni. Nagyon-nagyon alaposan felülvizsgáltuk a táborainkat, a tábori kínálatunkat, és nagyon-nagyon felülvizsgáltuk azt az időszakot is, amikor hirdetjük. Tehát például az óvodásoknak szóló táborokat egyértelműen július-augusztus hónapra hirdetjük, akkor, amikor a legtöbb óvodában óvodai szünet van, hogy ezzel is segítsünk a szülőknek, és egy hatalmas nagy táblázaton van, ami alapján minden héten nagyon tudatosan állítjuk össze tematikusan a táborokat. Vannak természettudományos táborok, kézműves táborok, mozgós táborok, sütünk, főzünk, kukta, cukrász táborok, és ezek minden héten figyelünk arra, hogy a saját táboraink se üssék egymást, illetve arra is figyelünk, hogy ha testvérpárok jönnek hozzánk, akkor akár egy héten a testvérpárok is tudjanak maguknak tábort választani. Ha kicsit visszatekintünk még a tavalyra, mi volt a legnagyobb sláger, mi volt a legnépszerűbb tábor a tavalyi évben? Tavaly nagyon-nagyon gyorsan beteltek a cukrásztáborok, tehát tavaly ez egy nagyon nagy sláger volt. Tavaly nagyon gyorsan betelt a 3 játszunk tudománytábor, ami kicsiknek szóló, nagy csoportos ovisoknak, elsősök, másodikosoknak szóló természetismereti tábor. Ennek apropóján ebben bizakodva az idén is 3 tábort hirdettünk, mind a 3 játszunk tudománytáborban még van helyünk. Tavaly nagyon jól sikerültek a természet vándorlós, tehát a természet járó táboraink is. Ezek ugyanúgy visszaköszönnek az idén is. Még sok szülő most eszmél rá, hogy akkor a nyári programok hogyan legyenek, úgyhogy egy kicsit tekintsük át részletesebben a program kínálatot, hogy a gyermek érdeklődési körének mindenképpen megtalálják a megfelelőt. Ugye említetted, hogy vannak mozgásos táborok. Melyik korosztályban milyen típusú mozgásformákra épülnek táborok idén? Nagy sláger a kerékpáros táborunk. Az idén 2 kerékpáros táborunk van. Július 8-ától és július 22-től lesz kezdő és haladó táborunk. Mind a kettő láthatóan elindul, mind a kettőben kressz oktatással kezdődik a hétfő, amikor a táborvezető segítségével megbeszélik az alapvető kressz szabályokat, de átnézik a kerékpárt, abszolút a biztonságos, balesetmentes közlekedést próbálják tanítani a gyerekek, azon túl, hogy nyilván ez sport is, hiszen rengeteget kerékpároznak, rengeteget mennek. Lesz karate táborunk július 15-től. A karate egy érdekes sport, van évközben karate csoportunk. Úgy gondoljuk, hogy aki esetleg évközben nem tudja kipróbálni, az legalább nyáron próbálja ki. Minden héten van egy valamilyen természetjárással foglalkozó táborunk, vannak erdőkerülő táboraink, és vannak természetjáró táboraink. A természetjáró táborainkat, mind a két táborunkat környezetvédelemmel foglalkozó pedagógus vezeti, Ábrahám Krisztián és Monori Gyula. Mind a két tábor nagyon nagy népszerűsége, tehát mind a két tábor nagyon népszerű, de mind a kettőben, mind a kétfajta táborban tudunk még elfogadni jelentkezéseket. Ők különböző túrákat tesznek az erdőkerülő tábor Szeged környéki erdőkbe, a természetjáró tábor pedig így a Kiskunsági Nemzeti Park területén, természetvédelmi park területén különböző helyekre látogat el. Valószínűleg lesz kitekintés a Békés-megyei természetvédelmi területre is. Az embernek szinte felnőttként is kedve támad csatlakozni ezekbe az erdőkerülő táborokba, mert annyira megfogja az embert ez a fajta program lehetőség. Ugye nagyon sok kisgyermek szeret kézműveskedni, alkotni, valamilyen ilyen fajta tevékenységben részt venni. Akiknek ilyen a beállítottsága, nekik mit ajánlanál?
Van varogató, batikoló varogató táborral kezdünk. A batikoló varogató táborba nyilván elsősorban lányok jelentkezését várjuk, ez július 1-én kezdődik. Az előző években mindig volt varogató táborunk. Azt tapasztaljuk, hogy ez kifejezetten kamaszlányoknak is szóló tábor, hiszen a tábor végére komplett ruhákat tudnak maguknak varni a gyerekek, és ez szerintünk a kamaszlányokat, a kamaszokat érdekli. Lesz Mille Fiori táborunk. A Mille Fiori, ez a hőre lágyuló, alakítható gyurma. Kezdő tábort hirdetünk, ebbe várjuk a diákokat. Egy tűzománc táborunk már betelt. Évek óta két tűzománc tábort hirdetünk a jelenlegi szakkövezetőnket Csókási Katival, de most az idén csak egyet tud vállalni. Ezért végig folyamatosan, tehát az elmúlt egy hónapban hetente vizsgáljuk felül, hetente monitorozzuk a táborainkat, és úgy gondoltuk, hogy próbáljunk meg egy újabb tűzománc tábort hirdetni. Ez már fenn is van az Agora honlapján. Barkos Beáta tűzománc művész fogja a tábort vezetni. Július 1-ére tettük ezt az újabb hetet, tehát még 12-14 diákot, aki tűzománc iránt szeretne érdeklődni, még szeretettel várunk a táborainkba. Lesz ékszerkészítő táborunk, lesz divattervező táborunk, és a végén lesz egy kerámia és mindenféle más kézműves táborunk, amiben mindenféle kézműves technikát sajátítanak el. És a reál terület iránt érdeklődő, gondolom főként inkább fiúk számára is vannak lehetőségek bőven. Láttam, hogy mérnöki tábor is van, illetve programozással kapcsolatos eseményetek is van, ezekről mit érdemes tudnunk? Az Agorának kifejezetten feladata az, hogy népszerűsítse a természettudományokat, és ezt nem lehet elég korán elkezdeni. A legkisebbek játszónktudománytáborral kezdenek. Itt játszva kísérletezés történik a gumicukorral, a fúvókával, a levegővel, a Cartesius búvár elkészítésével. Három ilyen hetünk van. Július 15-től kezdődnek, tehát ezekben még fogadunk jelentkezéseket, örömmel várunk jelentkezéseket. Lesz természettudomány titkai táborunk, ami már negyedik osztálytól felfelé, 10 éves korosztálynak. Itt is planetáriumi előadásokon vesznek részt, kísérletezgetni fognak, kísérletezős helyekre látogatnak el, de zömében maguk kísérleteznek. Lesz nyomozás a tudományban táborunk, amelyet abszolút nagyobbaknak, kamaszoknak szánunk. Nagyon fiatal táborvezetővel, aki évek óta vezeti, és nagyon magával ragadó, tehát a nagyobbaknak, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, ezt ajánljuk. És a nagy sláger a jövő mérnökei tábor, amiben LEGO robotikát és programozást tanulnak, ide is alsósokat várunk. Ezekben a táborokban már csak alig van hely. Van robotika táborunk nagyobbaknak, ezekben is már csak az egyik táborban van hely. És a mérnöki karra közösen kifejlesztett táborunkra vagyok nagyon-nagyon büszke. A tábornak az a címe, hogy Barangolás a mérnökök virágában. Itt tulajdonképpen az STM mérnöki karának kezdeményezésére vágtunk bele először tavaly ebbe a táborba. És nagyon köszönjük a mérnöki kar segítségét. A mérnöki karon töltenek minden délelőttöt a gyereket. Itt bepillantást nyernek az itteni laborok munkájába, gépészeti, élelmiszermérnöki, építkezős feladatokat, gyakorlatokat, kísérleteket végeznek. Délután pedig olyan helyszínekre látogatnak el, ahol tulajdonképpen munkahelyekre, mérnököknek szánt munkahelyekre, vagy mérnökök által olyan munkahelyekre, ahol a jövő mérnökei dolgoznak. Ez a tábor is nagyon népszerű, kettőt hirdettünk, az egyik már betelt, a másik táborunkra még van néhány helyünk. Azt gondoljuk, hogy ezek a táborok mind-mind nagyon sokat segítenek abban, hogy a gyerekek általában, főleg felsőben félnek a természettudományoktól, kicsit tartanak a fizikától, a matektól, kémiától. Ezek a táborok egy picit rávilágítanak arra, hogy ezeket lehet játszva is megtanulni. A kísérleteken keresztül talán nyáron leküzdhető az a félelem, amivel szeptemberben kezdenék a diákok a tábort, tehát akár erre is jó orvosság a tábor, azon túl, hogy jó közösséget ajánlunk, jó programokat, a szülők biztonságba tudhatják a gyerekeket a nyári szünidő során.
sokkal könnyebben tudnak majd visszarázódni a reáltárgyak tanulásába, és ezt követően majd a gyermekek. Emellett azért a humán területek, a bölcsészettudomány felé orientáló programok is megjelennek a kínálatban. Ugye a mese, a dráma és a báb is helyet kap. Aki ezek iránt érdeklődik, azoknak melyik táborokat ajánlanád? Két nagy kedvenc területünk a báb játszótábor és a színjátszótábor. Évszázadok óta van báb csoportja az Agórának és színjátszó csoportja az Agórának. A báb egy nehéz műfaj. Szegeden nincs is gyerekbáb csoport sehol máshol, csak az Agórában. Nyilván lehetséges, hogy egy-egy iskolában valahol tanítani foglalkozik vele. A báb nagyon sok mindenre megtanít. Van olyan kamaszlányunk, akinek gondot okozott a megszólalás, a báb csoport segítségével jelentősen kinyílt. Beszédkészséget fejleszt, szókincset fejleszt, retorikát fejleszt, kiállást fejleszt, és nagyon jó kis csapat kovácsoló, hiszen nagyon jó darabok kerülnek a színpadra. Mindenféle báb típussal dolgoznak, kesztyűbábbal, újbábbal, marionettbábbal. A végén egy komplet bábshow zárja a tábort. Általában egy tábor kb. Fél órás műsort ad adni a tábor végére. Olyan jó kis etüdőket, olyan jó kis darabokat tudnak előadni. Nem titkolt célunk a bábtáborral az, hogy várjuk mindazokat a gyerekeket, akik esetleg később szeptemberben szeretnének ennek a közösségnek a tagjai lenni, vagy akikről, tehát ezt a tábort kifejezetten ajánlhatjuk mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit megnyílni, kicsit félénkebbek, nagyon barátságos környezetben, sok báb között, nagyon barátságos tanítónénivel várjuk őket a bábtáborba. A színjátszó táborunk a nagy klasszis. Most főleg fiatalabbakat, általános iskolásokat, alsósokat, felsősöket várunk a táborban. Most tart ott a színjátszó táborunk, hogy színjátszó szakkörünk, hogy 30 valahányan fejezték be a tanévet, és eljutottak Debrecenbe az országos diák színjátszó találkozóra. Hátborzongató Pirinszki darabokat és hátborzongató Fehér Lófiát állítottak színpadra. Sokan középiskolások szeretnénk újra, új korosztállyal, kisebbekkel újrakezdeni. A színjátszó tábor is egy nagy színpadi élmény, amivel a tábor zárul. Ez hihetetlen nagy eredmény, hogy ezt így el tudták érni a fiatalok ilyen rövid idő alatt akár, úgyhogy szerintem ezt is érdemes kipróbálni, aki nyitott az ilyen területek iránt. És kettő nagyon különleges tábor van még a kínálatban, amiről mindenképpen ejtsünk szót. Az egyik a két agyfélte, két fejlesztő tábor, ami rendkívül izgalmasan hangzik, illetve a Leszel a barátom táborotok. Ezekről mit érdemes tudnunk? Az Ama Kids tábor, ez a két agyfélte, két fejlesztő tábor, ezt először próbáljuk meg. A táborainkat vagy úgy állítjuk össze, hogy vannak körülöttünk szakemberek, mi keressük meg a szakembereket, vannak úgy, hogy bejönnek az ajtón a szakemberek. Tóth Ákos, az Ama Kids tábor gazdája tulajdonképpen megkeresett bennünket azzal, hogy próbáljuk ezt meg. Érdekes, gondolkodtató, logikai, matematikai feladatok segítségével, de játszva fejlesztik a két agyféltekét. Három tábort, három különböző időpontot próbálunk ebből hirdetni. Bizakodunk benne, hogy kettő egészen biztosan elindul, kettő ilyen táborunk. Én úgy gondolom, hogy a logikus gondolkodás, a két agyfélteke fejlesztése segít a későbbiekben a tanulásban, abban, hogy hogyan osszuk be az időnket, abban, hogy hogyan tudjunk erre fokuszálni, vagy arra fokuszálni. Én mindenképpen hasznosnak találom. A másik táborunk az a nagy szerelem, a Leszel a barátom tábor. Leszel a barátom tábort már nagyon régóta csináljuk, mert körülöttünk dolgozik két olyan gyógypedagógus kolléganő, aki ilyen iskolákban dolgozik, és egyszer csak gondolta, hogy mi lenne, ha speciálisan ilyen tábort hirdetnénk. Az idén három turnust hirdettünk belőle, még vannak benne hetek, még van benne néhány hely, mind a három turnusban. Ide Down-szindrómával élő, autista, enyhén vagy középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket várunk,
Itt igazából a korosztállyal nem foglalkozunk. Itt igazából az a cél, hogy a tábor ideje alatt segítsünk a szülőknek. Tehát, hogy tudjanak nyugodtan dolgozni, vagy tudjanak legalább egy picit pihenni a folyamatos talpon lét mellett. A gyerekek változatos programokon vesznek részt, sokat mennek, sokat kirándulnak, strandra mennek, állatok közé mennek, rengeteget játszanak, terápiás kutyával találkoznak, de hát természetesen közben viselkednek is, vagy szabályokat is tanulnak, színházi előadást is néznek, koncertet is néznek, az épületben természetesen sok más gyerekkel találkoznak, vannak néha kicsit más a barátom közös programok is, azért, hogy a többi épp gyereket is érzékenyítsük, megtanítsuk arra, hogy hogyan kell segíteni ezeknek a gyerekeknek. Ez rendkívül fontos és nagyon szép célkitűzés ennek a tábornak. Hogyha nézőink közül bármelyik tábor felkeltette az érdeklődését az édesanyáknak, édesapáknak, hol és milyen formában lehet még jelentkezni? Szeretettel várjuk még a táborozókat. Talán fel is hívnám arra a figyelmet, hogy ugyan már kitört a nyári szünet, de augusztus 2-áig kínál az Agora központ táborokat. Az Agora honlapján megtalálható a sarokban egy bevásárlókocsi, egy webáruház. Minden táborunk, amire még lehet jelentkezni, megtalálható a webáruházban. Online, otthon, vasárnap, bármely pillanatban be lehet regisztrálni, ki lehet fizetni a tábort. Ha valaki valamiért úgy gondolja, hogy nem szeretne online vásárolni, nagymamák, nagypapák szokták ajándékba adni a táborokat az unokáknak, és ők általában inkább bejönnek és készpénzben fizetnek a helyszínen, akkor erre minden hétfőn, ahogyan elkezdődnek a táborok, minden hétfőn van lehetőségünk. Én igazából csábítanék mindenkit. Tudom, hogy picit nehezebb a családoknak kifizetni a tábori részvételi díjakat. Maximálisan törekedtünk arra, hogy ezek nagyon jó programokkal teli és reális áron levő táborok legyenek. Ennyiből tudjuk kihozni a táborokat. A gyerekek a táborban 10 órait és ebédet kapnak. A gyerekeknek maximálisan figyelembe vesszük az érzékenységüket. Tehát ha valaki glutén, lisztérzékeny, vegetáriánus, akkor ezekre igyekszünk, tehát ezeket az étkezés során tudjuk biztosítani. Jó helyen vannak, de tehát ha 40 fok van, akkor kellő légkondis helyen vannak a gyerekek, de mégsem egész napot bezárt helyen töltenek. Nagyon sok maszkálás, játszótér, és minden táborunk egy hetében egy egynapos kirándulás is szerepel ugyanebben a tábori részvételben, díjban, ugyanígy a tábor programjában, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok gyereknek sokszor a tábor a nyaralás is, és ezért törekszünk arra, hogy kimozdulás is legyen, elmenés is legyen, más helyszín is legyen, tényleg nyaralás is legyen. Egy nagyságrendi összeget azt mondhatunk a nézőinknek, hogy körülbelül mekkora összeg egy-egy tábor az akkorában? A legkisebb tábori részvételi díjunk 30 ezer forint, a legtöbb táborunk 30-35 ezer forint, néhány speciális tábor van csak 42-43 ezer forint körül. És amire még szeretném felhívni a figyelmet azt, hogy az Agora már most úgy egy intézmény, hogy a művöldési házakkal együtt, és minden városrészben, Tápén, Szőregen, Szent Mihályon, Gyálaréten, Kiskundorosban, Kecskésen, minden városrészben, a művöldési házakban szintén hirdetnek a kollégák táborokat. Ezek is megtalálhatóak az Agora honlapján, a művöldési házaknál, tehát ha valaki mondjuk a lakóhelyéhez közelebbi tábort keres, Szent Mihályon, Gyálaréten, Dorosban, ezeket is megtalálják a honlapon, ezeket ott a helyszínen lehet befizetni a művöldési házakban. Ide is várjuk, minden táborunkban szeretettel várjuk a jelentkezőket. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad nekünk ezeket a nagyszerű lehetőségeket. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Júliusban válogató adásokkal jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!